Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názaret nevű városába egy szűzhöz, ki egyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözlégy, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldotta vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: ne félj, Mária, hisz kegyelmet találtál Istennél, mert íme gyermeket fogansz méhedben, és fiút szűz, és Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni, s az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és országának nem lesz vége. Máriákkor megkérdezte az angyalt: hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta neki: a Szentlélek szállt erejád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőle születik. Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, már a 6. hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt: íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Ezzel az angyal eltávozott. Ezek az evangélium igéi, per evangelica dicta. Krisztusban szeretett testvéreim, nem csak a bűneinktől kell megtisztulnunk, hanem a jó cselekedeteinktől is. Természetesen a bűneinktől való tisztulás mást jelent, mint a jó cselekedeteinktől való tisztulás. A bűneinket el kell hagyni, és Krisztus irgalmas szeretetét, feloldozását kérni. A jó cselekedeteket nem szabad abba hagyni, de el kell szakadni tőlük, hogy leváljanak rólunk. Karácsonyi ajándékozás. Meg se kérdez, hogy aztán hova tetted az ajándékot. Na mutasd meg, ki adta. Elszakadni tőle örökre. Valószínű, testvérek, bennünk a két tartomány, a bűnök és a jó cselekedetek makacsul egybe kapcsolódnak. Van egy része bűneinknek, amelynek semmi köze a jó cselekedetekhez. Ezek egyértelműen bűnök. De van egy részük, amely makacsul beleszövődik jó cselekedeteinkbe, összenő velük. Aztán a kegyelem hatására vannak olyan jó cselekedeteink, amelyek tiszták, azokról pedig általában nem is tudunk. Képzeljünk el, testvéreim, egy élő szövetet a szervezetünkbe. Ennek az egyik vége csupa méreg. A sejtek mind mérgezettek. Aztán van egy rész, ahol vannak mérgezett sejtek és egészségesek. És aztán van egészséges rész. Hát nem orvosként mondom ezt, hanem egy hasonlat. Testvérek, ilyen a lelkünk. A kárhozatban van belemártva. A teljes istentelenségben az alja. A teteje meg Istenbe ér. A teljesen mérgezett rész eltávolítása szükséges, de nem elég. Marad egy tartomány, ahol a már mérgezett rész az egészségessel szépen együtt van. Persze ennek a következménye az, hogy állandóan húzza lefelé az egész lelket a teljes mérgezettségbe. Tehát a legveszélyesebb rész nem a teljesen mérgezett. Azt tudjuk, hogy az bűn. Hanem a részben mérgezett,
és a részben egészséges. Igen. A teljesen mérgezettet el lehet távolítani bűnbánattal. Ezzel nem azt mondom, hogy a súlyos bűnök, azok nem súlyosak. Istentelen élet a sötét és veszélyes, de ha rádöbben az ember, akkor megszabadul tőle. Isten elé tárva, az a mérgezett része a lelkünknek le lesz vágva. De azt az összefonódottat, ahol még kis mérgezések együtt vannak az egészségesen, a fölött szemet hunyunk, viccelődünk rajta, ó, egy kis kegyes hazugság elmegy. Egy kis türelmetlenség még nem tragikus. Egy kevés kis kábítószer, alkohol, stb. Kismértékben gyógyszer. Aztán minden szentnek maga felé hajlik a keze, nem igaz. Csak akkor, amikor eszik meg, mosakozik meg keresztet. Tehát egyébként nem magához hajlik a keze. Ezzel indítunk. Később jön a védekezés, amikor a gyónásainkból az egyes szám első szeméből átmenjünk, egyes szám harmadik szemébe. Tudja, atya, az ember türelmetlen. Mi az, hogy az ember? Aztán, hát az ember úgy összeszórakozik a feleségével. Ez nem is lenne baj, ha szórakoznának. Azt akartam mondani, hogy szólalkoznak. Vagyis veszekednek. Meg hát az ember férfi. Persze. A másik ember meg nő. Na és? Meg hát állataink is vannak. Az azt jelenti, hogy a tikokat, amikor beterelte, akkor nagyokat káromkodott. A szentségnek egészen biztos, hogy mindezek tökéletesen akadályt képeznek. Az a torzó, ami vagyok, az emiatt torzó. A vége persze az, hogy hát nincs is bűnöm. Mert hát, hogyha az ember megöregedett, hát már nincs is bűnöm. Érdekes, az öregséggel együtt jár a bűntelenség. Testvérek, az emberi önállítás óriási. Lassan persze eltorzulhat a látásunk. Nem Jézus elé állok, az Isten elé, aki elé majd egyszer oda kell állnom a halálom pillanatába, hanem a többi emberrel hasonlítgatom magamat. Én nem vagyok olyan, mint ez a vámos. Érdekes, a vámos ment haza megigazultan. Ő úgy érezte, hogy mindenestül bűnös. Aztán a teljes önfelmentés állapotába jut a szerencsétlen lélek. És ott fejezi be gyónásait, hogy nincs bűnöm. Hát, ha megkérdeznénk a családját, majd elmondaná. Erről szólnak a nagy francia keresztény regényírók. Moriáknak a farizeus, egy nagyon vallásos asszony. Iszonyatos, pokoli mélységek vannak benne. És Isten az élete végére tudja csak összetörni, hogy üdvözíthesse. A viperafészek, egy kiváló katolikus család, Istenem. És mi ennek az oka? Legtöbbször a félig mérgezett és félig nem mérgezett lelki tartomány észre nem vétele. Jó cselekedeteink tisztátalanságai hozzájárulnak ahhoz, hogy a bűn beleszövődjön. Itt van Dávid példája. Hivatja Nátán prófétát. Amikor az Úr már nyugalmat adott neki, politikai biztonság, és azt mondja, nézd, magam cédrusfa fából készült palotában lakom, az Úr ládája meg a sátorba. Ebben már beleszövődött a bűn. Miért? A bűn gyökere nem erkölcsi, teológiai. Isten nem azt akarja valaki, hogy részeg legyen. Az kevés. Olyan élete legyen, hogy végül az Isten nem számít. Nem azt akar, hogy paráználkodjon, az kevés. Hanem olyan élete legyen, amelyben Isten ki lesz iktatva. A bűn gyökere teológiai bűn, Istennel szakítás, Isten felejtés, Istennek a második helyre való helyezése. Előbb a politikai biztonság, gazdasági nyugalom,
a saját háza megépítése, aztán jöhet a vallás. Teljes gyanútlanság. Ha jut időm, majd megyek misére. Ha jut időm, majd imádkozom. Aztán majd a szentségekhez is járok, de nem most. Emlékeztek még arra az imádságra, hogy szívem első gondolatja, nem a második. Ez a szentség. A szentek tele voltak hibával, de az első az Isten volt. Mindig. Nem a második, mint itt Dávidnak. Megépítettem a palotámat, most jöhet az Isten. Az első és legfőbb parancs Izrael. Nincs több Isten, én vagyok egyedül. Teljes szívedből szeresd a te uradat, Istenedet. Annak minden jó cselekedete már meg van mérgezve, aki az első parancsot kihagyja, másodikra teszi. Dávid király kicsit elszállt az ötletétől, vallási ötletétől. Annyira, csak szerencséje, hogy nem mérnököket hívott azonnal, hogy építsük a templomot, hanem a prófétát. Vagyis jóváhagyást kérek. Testvérek, mennyi ilyen jóváhagyás van, hogy a plébánostól megkérdezem, jó lett paptól, a püspöktől, a pápától. Hát csináljátok, stb. És azt hittétek, hogy ezt az Isten hagyta jóvá? Igen. Ez a rábólintás, ez az egyházi rábólintás ugyanolyan zavaros, mint az úgynevezett jó ötlet. Kicsit vallási ötlet, de kicsit biznisz. Éppen lelki gyakorlatot tartottam erdélyi testvéreimnek, és ott volt a fiatal provinciális, aki egykor novíciusom volt, nagy örömért. Lépjenek be valami világszervezetbe, és akkor Csíksomlyót kiépítik. Parkolók, minden lesz. Hát belépünk, mondták. Majd kiderült, hogy feláll egy bizottság Bukarestben, ahova egyetlen Ferences se hívtak meg. Ez furcsa. Aztán kiderült, hogy ez sok mindennel együtt járhat. Kiépítjük, de, és ezt a testvérek észrevették, lehet, hogy majd ilyen lesz, a buddhistáknak is legyen ám egy zöld terület. Meg esetleg a mohamedánoknak is, ott a katolikus búcsújára, ki tudja. Meg bizonyos reklámokat majd esetleg reklámozni kell. És azt mondta a provinciális, ne. Nem kell. Semmiféle pénz nem kell. És a testvérek mind egyetértettek. Nem kell nekünk a pénzetek. A szűzanya kegyhelyére nem teszi be senki a lábát, csak aki hisz. Igen, ezért az egyházban rengeteg dolog, terv, kezdeményezés, nem a gonosz lélek ármánykodása miatt, nem a bűnös világ miatt, hanem Isten akaratából dől össze. Nem tiszta. Nátán próféta jön, meghajol a király előtt. Ó, király, tedd meg mindazt, amit szándékozott, veled van az Úr. Testvérek, mi papok se vagyunk mindig a hitnek a tiszta állapotába, te se. Ne hagyasd jóvá zavaros dolgaidat egy plébános, hogy az rábólint. De közben jött egy éjszaka. Nátán nem aludt. Az ókori roppant méretű sötétség, azt nem tudod elképzelni, én se. Nincs villany, nincs fényszennyeződés. Kinéz cellája ablakán a végtelen csillagos ég. Nem látszanak a sötétbe a királyi palota tornyai. Nem látszanak az emberek. Nincsenek emberek. Végtelen csend van az ókori világban. És a sűrű csenden kerül a szeráfok háromszor szent éneke, áttetszik egy kis madár csicsergésében. Most megszabadul a politikai hatalomtól Nátán lelke. Megszabadul a közvéleménytől. Megszabadul önmagától, a prófétaságtól, mint társadalmi, elismert státustól. Tehát erre annyira kell vigyázni. Minket papokat megbecsülhetnek. Megköszönjük a megbecsülést. De nem foghatnak be semmiféle politikai pártba. Semmiféle érdekbe.
A papnak az éjszaka közepén meg kell szabadulni a gyakorlati papságától, és mint egy remegő, bűnös lélek kell állni Isten elé. Neked is. Minden hálótól kiszabadulni. És ekkor az ember lelke képes hallani a Teremtő Isten szavát. Nem érdekel a közvélemény. Menj és mondd meg szolgámnak, Dávidnak, ezt mondja az Úr. Olyan finoman mondja az Úr, de elég nagy rendbeutasítás van benne. Te akarsz nekem házat építeni? A birkáktól hoztalak el. Ki voltál te? És ki vagyok én, a te Istened? Szent Ferenc atyánk állítólag egy egész éjszaka, mert kihallgatták, azt imádkozta, egyre nagyobb könnyek között. Ki vagy te, Uram Istenem? És ki vagyok én, a te férgecske szolgád? Te akarsz nekem házat építeni? Nem lakok én kézzel épített házba. Tudod mit? Én építek neked házat. Magvadból származó utódodat fölemelem. Atya leszek, ő meg az én fiam. És országa örökké fennmarad. Ezt halljuk az angyali üdvözletbe. Dávid király sarja, Mária méhében valaki megjelenik, akinek tényleg atya az Isten, nem úgy, mint nekünk, öröktől fogva. És öröktől fogva a fia. Nem állítja le a templom építést az Isten, de az a templom le lesz rombolva, majd felépítve, majd Jézus korába végleg lerombolva. Amikor a Dávid házából való Jézus így szól, rontsátok le ezt a templomot, s harmadnapra felépítem azt, testének templomára gondolt, mert Jézus az élő Isten temploma. Így érünk az angyal üdvözlethez. Nem Mária jelentkezik, hogy én szeretnék a megváltó anyja lenni. Mint ahogy Dávid, hogy én templomot építek neked, hanem szólítva van. Szólítva van Mária, és ő Isten elé áll. De Mária lehetetlenséget említi. Ahol Isten cselekszik, ott lehetetlenség van. Az embernek csak úgy lehetséges, ha az Istenbe belekapaszkodik. Ha keresztény életében nincs lehetetlen, ami mégis lehetséges, akkor nem keresztény. Például egynejű tiszta házasság, és nincs más asszony és férfi. Ez lehetetlen, de lehetséges. Istennel. A szüzesség, a házasság előtt, a szent özvegység. És sorolhatnám. Ezekre ma azt mondja a világ lehetetlen, igen, Isten nélkül. Ahol Isten akar cselekedni, ott nem egyszerűen kőből és fából építenek valamit, hanem tiszta kegyelemből, amiben az ember akkor vehet részt, ha átadja magát Istennek. Úgy adja át magát, hogy azt sem tudja, hogy mit épít az Isten. Nem arra figyel, hogy én mit teszek az életemben, van-e eredmény, hanem hogy átadom magamat neki. És Mária az angyalt szépen leteszteli. Mert ma divatos az egyházban, minden sugallat a szűzanyától van, minden sugallat az angyaltól van. Majd meglátjuk. Mit beszélsz te? Én férfival még nem élek együtt Józseffel. Hogy lesz nekem fiam? És Mária azt mondja, Mária, Isten mindenható. Ez az angyal Isten imádását, Istennek a megvallásával figyelmezteti. Mária, te zsidó vagy, te tudod azt, hogy a semmiből lett a világ. Az, hogy itt vagytok, az kisebb dolog, mint hogy a szűz méhébe Isten teremt az ő fiának emberi természetet. Ha Isten, akkor legyen nekem a te igéd szerint. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék. Ettől kezdve Mária Istenbe kapaszkodva szolgálja Isten művét. Hogyan? Odaadja magát. Nincs kérdése többé. Nem kutatja Isten terveit. Átadja magát. És eljönnek azok a napok 33 év múlva, amikor Jézust elítélik és agyon fogják verni.
Na most, uralkodni fog Dávid házában mindörökké? Hogy uralkodik, ha megölik? És itt van Mária. Nélküle nincs hit a földön. Ő köti össze nagypéntek sötétségét, húsvét ragyogásával. Nem tudja hogyan. Ezt mondja, legyen meg a te akaratod. Örökké való, lesz majd még neked egy szabad. Ez a történetet az emberek befejezték, de amit mondtál, amit ígértél, az nincs befejezve. Nem csak az Úr Jézus mondta, hogy kezedbe ajánlom életemet, atyám, hanem a kereszt alatt álló Mária is. És 3 nap múlva Jézus, a föltámadott megjelenik. Még Máriának is, aki bűntelen, mennyire ki kell tágítani a lelkét az Isten méreteire. A tisztaság ez. Istenre bízom egészen magamat. Nem nézem, hogy én eddig mit tettem, mit fogok tenni. Teszem a dolgomat. A jó cselekedetekről le nem mondok, de mindig egy kis gyanúval nézek arra, hogy valóban olyan tiszta jósággal teszem ezt. Uram, ne csak a bűneimet, hanem a jó cselekedeteimet is bocsásd meg. Amen.